Az oroszlán az árnyékban hűsöl a palicsi állatkertben, a barna medve pedig élvezettel használja ki, hogy pancsolhat. A medve körbe-körbe sétált, belement a vízbe, és játszott a vízbe egy faröngkel. Az elefánt fölveszi a vízet a zormányával, az oroszlán pedig a hűvösbe pihent. A kismakik szívesen tartózkodnak a víz mellett, a lombos fa kellemes árnyékot nyújt a tűző nap elől. A hőség megterheli az állatokat is. A palicsi állatkert munkatársai viszont gondoskodnak arról, hogy az állatkert lakóit minél kevésbé viselje meg a kánikula. Sötétítő hálókat szerelnek fel a ketrecekre a gondozók, hogy árnyékot biztosítsanak az állatoknak. Emellett hűtött gyümölcsel és gyümölcslével kedveskednek az állatoknak. Majmoknál külön érdekes az, hogy nem magát a táplálékot, hanem mondjuk rá majdnem, hogy fagyit kapnak. Olyan szempontból, hogy különböző ilyen narancslé vagy valami hasonló, az le van fagyasztva, ilyen blokkba, be van akasztva hozzájuk, és akkor akinek ez rettentően érdekes, hogy ez most valami színes, ízes és nyalogatható, ugye? A jegesmacinak természetesen a hal lefagyasztva ilyen jégblokkba, az mindig érdekes, csak nem tart olyan sokáig, azt mink szeretnénk. Vannak állatok, akik kifejezetten élvezik a napsütést. Az antilopok élvezettel süttetik magukat a napon.